Gábor Dénes díjban részesül dr. Laca Zsombor, ortopéd-traumatológus szakorvos, a Lacerta Technologies GmbH ügyvezetője és kutatási igazgatója. A klinikai igényen alapuló orvostudományi fejlesztésért az ötlettől a kutatáson, gyártáson és engedélyeztetésén át az eredmények, termék és technológiák sikeres piaci bevezetését jelentő hagyományos innovációs lánc példaértékű felépítéséért. A Bonaluin technológia kifejlesztése és nemzetközi piacra való bevezetésében nyújtott alkotó közreműködésért. Ezen eljárással sikerült az emberi szövetekhez teljes körűen alkalmazkodó, hosszú távon tökéletesen átépülő és az elveszett csontmennyiség helyére új, az eredetivel funkcionálisan azonos szövetet létrehozni. Gratulálunk a díjhoz! Mostanában sokat gondolkodtam azon, hogy mi a valós szerepünk kutatóorvosoknak, kutatóknak a társadalomban. Ahhoz nem fér kétség, hogy elég sok erőforrás lekötünk, ezeket a saját hobbijainkra, a saját ötleteink kidolgozására költjük, és én azt gondolom, hogy az az igazi feladatunk, hogy ebből valamit visszaadjunk a társadalomnak. Vissza tudjuk adni oktatással, gyógyítással, ismeretterjesztéssel, de leginkább úgy, hogy valami használhatót adunk a kollégáink kezébe, amit aztán a betegek gyógyítására használnak. És nagyjából mi is ezt tettük. Körülbelül 10 évvel ezelőtt már tudtuk, hogy egy egyszerű szérumbevonat a csontnak a felszínén elősegíti az őssejtek szaporodását, de nem álltunk meg ott, ahol a legtöbb kutató megállna az első 1-2 jó publikáció után, hanem ezt tovább vittük, egészen addig, ameddig eljutott a klinikai kipróbálás fázisába. És akkor már kezdett földerülni az különböző kollégáknak az eredményei alapján, hogy ez bizony működik, ezt érdemes beültetni betegekbe is, akkor kezdtük el az utat keresni ahhoz, hogy hogyan tudjuk ezt eljuttatni minél több beteghez. Mert nem elég bemutatni, hogy jó, azt is be kell mutatni, hogy ez megéri. Legalább egy valakinek meg kell, hogy érje, különben soha nem fog elterjedni a gazdaságban, és nem jut el oda, ahova szántuk. Ezért kellett egy startup vállalkozást indítani, tőkebefektetőket, magánembereket és intézményi befektetőket is meggyőzni arról, hogy bizony ebbe kell tenni a pénzüket és nem másba, majd ezeknek a pénzeknek a takarékos, de mégiscsak felhasználásával eljutni odáig, hogy ma már egy önálló, tőlünk már független vállalkozás keretében ez értékesítésre kerül. És egy ilyen ciklus körülbelül 10 évig tart, mi már a második ciklus felénél járunk, a következő szérumterápiánk az a jövő év elején kerül be a klinikai felhasználásba, amellyel már nem csak csontot, hanem porc, illetve ínyszövetnek a regenerációját is tudjuk fokozni. És ahhoz, hogy ezt a munkát végig tudjuk vinni, körülbelül 60 embernek, nemrég számoltam meg, 60 embernek a szellemi teljesítménye volt szükséges. És a családomnak a támogatása, akik mindezt a váltást orvosból kutató, kutatóból üzletember, üzletemből most megint orvos, ezt végig kísérték és végig támogatták. Köszönöm szépen. Tisztelt házelnök úr, igen, tisztelt donátorok, kiváló laudáltak. Talán nem véletlen, hogy a hippokratészi eskütől az emberközpontú egészségiparig olyan kiváló életutakat gyűjtött most egybe a kuratórium, illetve az ajánlattevő magyar közösség, és talán nem véletlen az, hogy most az egyik legfiatalabb laudát egy olyan konfesszióval, hitvallással ajándékozott meg bennünket, amelyben az értelmes tudomány, az értelmes vállalkozás és a társadalmi felelősség az egybefonódik. És miután Laca Zsombor, traumatológus, ortopéd szakorvos az egyik legfiatalabb mai elismert, ezért engedjék meg, hogy két ponton idézzek is az ajánlatot a felterjesztést megfogalmazóktól, illetve rövid, de annál mutatósabb munkásságáról is 3 adatot megosztak önökkel. Az egyik ajánlattevő úgy fogalmazott, hogy az a fajta felismerés, amelyet a csontszövet megújítása érdekében
Laca Zsombor és csapata megalkotott, az hasonlatos Semmelweisnek a klóros kézmosása, vagy Flemingnek a baktériumtenyészettel kapcsolatos felismeréséhez. És ahhoz az álhatatossághoz, amelynek egy természettudományos felismerésből, mondjuk így, hogy könnyen alkalmazható, relatíve könnyen nem sejt tenyészetet, hanem hordozható technológiát megtestesítő olyan megoldást kölcsönöz, amellyel kevésebb invazivitással, komolyabb hatékonysággal lehet embereket gyógyítani. Ez a fajta alig 40 évnyi élet és abból csaknem 20 éves termelő és tudományos kiváló életmű 6 évig a Semmelweis Innovációs Központ igazgatását, és ezen kívül 3 vállalkozás megalapítását, egy németországi egészségipari vállalkozásnak forradalmi szabadalmaztatott új technológiával való útrakapatását ugyanúgy fel tudta kínálni, mint közel 70 nemzetközi olyan publikációt, amelyek magas polcra helyezik Laca Zsombort. Ezzel nem teljes és utolsó elemként azzal viszont igen koronázott ez a munkásság, hogy a modern magyar egészségipari menedzsment képzésnek az akkreditált angol nyelvű bevezetése is nevéhez és csapatához kapcsolódik, amely 2010-ben európai vállalkozói díjat érdemelt. Gratulálunk és ilyen folytatást kívánunk! Köszönöm Bencser Miklós elnök úr méltató szavait, és arra kérem, hogy dr. Lovász László úrral, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével közösen adják át az In Memoriam Gábor Dénes elismerést dr. Ginzler János úrnak.